Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Mai első vendégünk miniszteri elismerő oklevelet vehetett át nemrégiben a gazdasági minisztertől. Kérem, tekintsék meg a vele készült stúdió beszélgetést. Köszöntöm a stúdióban Sári Tibort, az Ajka-Debecser térsége ipartestület mentorát. Jó estét kívánok, Sári úr! Mindenekelőtt gratulálunk a kitüntetéséhez. Azt gondolom, hogy a 45 év munkája, és erre majd visszatérünk még, igazán aktuális tette ezt a kitüntetést. Sári úr, mentorként, ipartestületi mentorként, miben áll az ön munkája tulajdonképpen? Mi a feladata? Nagyon hálás feladatom van. Három felsőfokú végzettségű fiatalra nyertünk pályázat útján lehetőséget, hogy olyan ismereteket adjunk át, ami a kisvállalkozói kör, illetve a mikrovállalkozások tevékenységével összefügg, illetve azoknak a segítésével függ össze. Hát nekem gyakorlatilag a feladatom, hogy táplálkozva az elmúlt idők tapasztalatából, azokból a tapasztalatokból adjak át a kollégáknak. Tehát egyfajta segítséget nyújt a vállalkozások. Milyen téren fordulhatnak el? Egyrészt az ipartestületünknél van egy képzési vonal, van egy hitelprogram a mikrovállalkozások számára, ez az úgynevezett mikrohitel, amit pályázni kell a vállalkozóknak, és ezt segítjük. Emellett egy bizonyos szervezeti életet bonyolítunk. Ahogy említettem, 45 éve van ezen a pályán, ez egy nagyon nagy idő, csak nem egy emberöltő a 45 év. Volt ugyebár titkár, ügyvezető, most mentor, de gondolom, nem csak a beosztása változott, hanem rengeteg sok minden a 45 év alatt. Gondolok itt arra, hogy a jogszabály, volt egy rendszerváltás közben, ugye valamikor iparosoknak hívták a vállalkozókat, most vállalkozóknak hívják. Hogy lehet ezt egyáltalán nyomon követni 45 éven keresztül? Gondolom, nem volt egyszerű feladat. Mindegyik időszaknak megvolt a maga sajátossága. A 90-es évek előtti időszakban a mikrovállalkozói réteget nagyon szorosan összetartotta, összekovácsolta egy olyan érzés, hogy ők abban az időben olyan kirekesztettnek érezték magukat. És ennek volt is, hogy mondjam, kézzelfogható jelensége. Ez óhatatlanul összetartotta őket, illetve annak az időszaknak egy jellemzője volt, hogy a kisvállalkozói kör, az iparosok azért megjelenítettek már akkor egy ilyen polgári létet. És ez a polgári lét, ez vele járt azzal, hogy az ipartestület mind olyan, illetve hát akkor kiosznak hívták. A kiosz az egy olyan volt, ahova bizalommal be lehetett menni, együtt voltunk, ez egy nézetvilág is volt, és egy erős összekovácsolt réteg volt annak idején ez a mikrovállalkozói réteg. Igen, bocsáss, meg emlékszem rá én is még abban az időből, hogy úgy szokták hívni, hogy maszekok. Pontosan. És volt egy kicsit olyan furcsa felhangja annak, amikor azt mondták, hogy hát ő maszek. Na talán ez a felhang is. Tehát akkor nagyon jól tetszik érezni. Ez a felhang, ez a réteg már abban az időben rendszeres templomba járó réteg volt. Tehát nekünk abban az időben az egyházakkal már akkor egy jó kapcsolat alakult ki, tehát nem véletlen az iparos réteg az abban az időben ezt a felhangot úgy vezette le, hogy összezárt, tehát egy közösséget alkotott. És hát a 90-es évek után a jogszabályi változások, a törvénykezési változások, azok egyrészt felhigították ezt a réteget, másrészt megszűnt ez az összetartó erő, mert az a megkülönböztetés az egyben összetartó erő is volt. Megszűnt ez a megkülönböztetés, és egy kicsikét el is fordultak az ipartestülettől a vállalkozók. Ma
napjainkban egy nosztalgikus mag tartja életbe legtöbb helyen az ipartestületeket. Egy olyan generáció, amelyik úgy érzi, hogy a hovatartozását kifejezi azzal, hogy ő az ipartestületen belül tevékenykedik, annak tagja. Igen, hát ugye a rendszerváltás után sokkal könnyebb lett gyakorlatilag bárki válthatott ipart, nem kellett azt fölvállalni, hogy ahogy tetszett mondani, hogy megkülönböztetnek, hogy maszek, tehát megszűntek ezek a dolgok, és ez pozitív értelemben, illetve negatív értelemben is rányomta a bélyegét. Nyilván más volt a munkai rendszerváltás előtt, más most pontosan, rendszerváltás után. Pontosan. Lehet olyat összehasonlítani, hogy mikor volt könnyebb ez az ön tevékenysége konkrétan? Rendszerváltás előtti időszak volt-e könnyebb azért, mert összetartottak és egy kicsit jobban önökre támaszkodtak, vagy utána, hogy sokkal többen lettek? Az az időszak nehezebb volt ipartestületi titkárként. Tudnélik, az ipartestületi titkárnak, aki jól akarta végezni a tevékenységét, annak rendszerint konfrontálódni kellett. Nem a vállalkozói réteggel, hanem pontosan ellentétesen azokkal a, hogy mondjam, sokszor iparos ellenes, vállalkozás ellenes megnyilvánulásokkal. Tehát ténylegesen ki kellett fejteni egy olyan érdekvédelmi tevékenységet, ami sokszor rizikóval járt. Ma ilyennel nem találkozunk, hála Istennek, tehát ilyennel nem kell foglalkoznunk. A mai nap a jól működő ipartestületeknél a képzés kerül előtérbe, mint ahogy nálunk is, illetve az ipargyakorlással összefüggő segítségnyújtás kerül előtérbe. Pályázatírás, gondolom. Pályázatírások, illetve jogszabályismerettel kapcsolatban fordulnak hozzánk, eligazodás kérdésével. Pénzügyi tanácsadás esetleg belefér? Hát, hogy mondjam, igen. Nem jellemző, de igen. Kezdővállalkozóknál, tehát olyan, aki elindít egy vállalkozást, az biztos, hogy megkeres bennünket, és kéri a segítségünket, hogy egyrészt a tényleges elvárásokkal kapcsolatban szembesüljön, illetve hogy megnyugszik azzal, hogy tájékoztatni tudjuk azokról a buktatókról, amivel találkozhat a vállalkozása során. Ahogy említettük is beszélgetés során, most már sokkal könnyebb vállalkozóvá válni, mint ugye volt valamikor. Leegyszerűsödött a dolog. De vajon mennyi a sikeres vállalkozás? Most nem szám szerint kérdezem, hanem úgy mondjuk arányaiban, akik belevágnak, azok maradnak és végigviszik? Van erre a látásuk? Hát a vállalkozóvá válással kapcsolatban mi mindig is tartottuk magunkat ahhoz, hogy a tanácsadásaink közül az első az volt, hogy lehetőleg olyanra vállalkozál, ami azért tesz. Hát, hogyha ez figyelmen kívül van hagyva, akkor ez magával hordja a bukás veszélyét. És van ilyen egyébként? Van. Sajnos van egy ilyen, hogy, és ezt azt hiszem ajkán szemléltetni lehet, hogy ha van egy sikeres vállalkozó, akkor a szomszéd is elképzeli, hogy azt én is meg tudom csinálni. Nos, hát azért a vállalkozáshoz szakmai hozzáértés kell, a szakmai hozzáértésen túl megfelelő energia kell, az egyénnek rendelkezni kell olyan kreativitással, ami nem mindenkinél adott. Na most, hogyha ezek közül, a felsoroltak közül hiányzik valami, akkor nincs arra biztosíték, hogy a vállalkozás sikeres legyen, még akkor is, hogyha a szomszédban ez nagyon jól megy. Igen, érdekes, amit tetszett mondani, hogy ha valakinek egyszer bejön valami, akkor utána húzza úgymond maga utána. Ez ajkán itt végig lehet kísérni a kereskedelmi részen, a kereskedelmi vonalon, de a vállalkozások vonalán is, hogy a sikeres vállalkozót azt nagyon sokan leutánozták, hogy megpróbáltuk mi is, de nem jellemző, hogy akkor tömegével legyenek sikeresek az emberek. Olyat kell választani, és olyannak szabad csak neki venni, amihez
ért a vére, affinitása van, és hát én szoktam mondani, hogy a vállalkozás indításakor jó, hogyha felfújja magát az egyén, mert bizony küzdelmes dologról van szó. Én tisztelem, becsülöm ma is azokat, akik sikeresen vég tudták vinni. Kell hozzá a család, a családi kohézió, a családi összetartás, bizonyos szerencse is kell, ezt mindig, ha tanítjuk, és mindig mondjuk, hogy igen, jókor jó helyen kell lenni, ez biztos, de ténylegesen nagyon komoly erőfeszítésre és hozzáértésre van szükség a sikeres vállalkozáshoz. Hát én mondjuk akkor nem fogok vízvezetékszerelést vállalni, mert biztos, hogy az nem menne okulva ebből. Sári úr, összességében a hajkán megnézzük a helyzetet, a vállalkozásoknak a helyzetét. Mit lehet mondani? Mennyire váltak be, amik működő vállalkozások? Mennyire jók, mennyire mennek? Mekkora a réteg, a vállalkozói réteg hajkán? Megpróbálok válaszolni, de hadd mondjak egy nagyon érdekes dolgot, amit mi az utóbbi időben észrevettünk. Érdekes módon nagyon sikeres vállalkozásokat alapítottak és indítottak el azok a szakemberek, akik bizonyos ideig kint dolgoztak Németországban, Ausztriában. Meglepően szép eredményeket érnek el. Hoznak magukkal egy munkakultúrát, egy fegyelmezett munkakultúrát, egy technika iránti affinitást, tehát ők nem gondolkodnak azon, hogy azt a korszerű gépet megveszem ő vagy sem, ők eleve hozzák magukkal, és térnyerők ezek a vállalkozások. Őszintén mondom, csodálattal nézzük őket, hogy tényleg milyen, hogy mondjam, egy bizonyos idő után milyen kultúrát hoznak be, és ez nagyon szerencsés. Egyrészt érdekes, másrészt pedig természetes, azt gondolom. Tehát, hogyha tudjuk azt, ugye, hogy ahogy ön is mondta, a technika, a munkakultúra milyen kín nyugaton, akkor természetes, hogy hozzák magukkal. De mondok egy nagyon egyszerű dolgot. És megpróbálom úgy megfogalmazni, hogy remélem nem bántok senkit. Az a szobafestő, aki kint dolgozott 3-4 évet, az mikor magánlakást fest ki, a lecsöppent festéket feltörli. Szóval biztos, hogy mindenki így csinálja. De azt tudom, aki kint gyakorlatot szerzett, az biztos, hogy megcsinálja. Szóval egy más, és ez nagyon hasznos. És ezek az emberek tényleg sikeresek, ezt látjuk. Törnek szépen előre. Még egyszer a technikai affinitás, hogy ők a legújabb korszerű eszközöket igyekeznek beszerezni, és azzal tevékenykedni. Ez az építőiparra igaz a vasfém szerkezeti tevékenységekre. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy egy új generáció korszerű technikával és korszerű ismeretekkel végzi a szolgáltatást. És ezek szerint Ajkán ez tapasztalható, kézzelfogható tapasztalható. Másképp nem tudnám mondani, mert az Ajkait jól ismerem, Ajkán ez egy jelenség. Sári úr, még egyszer gratulálunk a kitüntetéséhez, és köszönjük, hogy elfogadtam meghívásunkat, és további nagyon jó munkát kívánok. Köszönöm szépen, viszont sok sikert önöknek is.